Itt van a stúdióban, tehát hídvégi Balázs Eppi képviselő. Jó, Jó estét kívánok! A lengyel helyzetnek világszerte híre ment. A baloldal mégis feltűnően csendben van. Pont azok hallgatnak a legjobban, akik korábbi években a leghangosabban követelték a jogállamiságot, követelték a, azt, hogy állítsák vissza azt a bizonyos jogérvényűsülést Lengyelországban. Ön mit gondol, miért késlekedik az Európai Bizottság reakciója? Hát valóban fősiketítő az a csend, ami Brüsszelből most árad. Ennek az ügynek kapcsán még egy kérdést sem fogalmaztak meg, egy kommentár sem hangzott el. Azok a szereplők vele a Most Júróbál... egy óvatos megfogalmazott, hogy nem foglalkozunk ilyenekkel. Ja, nem, persze, ilyen... ilyenkor nem. Mm. Tehát amikor olyan, olyan emberek tiporják a jogot, akik nekik egyébként kedvesek politikailag, és úgy táncolnak, hogy ők figyelnek, akkor, akkor, akkor nincs semmi jogosultságuk. Minden másba egyébként van, és máskor meg mindenbe vele szólnak. Úgyhogy ez egy, ez egy ordító kettős mérce, és mondom, egy, egy elképesztő illusztrációja annak, hogy hova silányult egyébként a, az egész jogállami Minden. működés Brüsszelben és az Unióban. Ez egy politikai bosszú, ami Lengyelországban zajlik, teljesen nyíltan a jog, a lengyel törvények, az alkotmány lábbaltiprása, emberek után mennek, ugye itt gyakorlatilag két olyan korábbi politikust vittek most el, vitettek most el, akik a Tusk kormány korábbi időszakának korrupciós ügyeit tárták fel, ennek kapcsán van egy jogvita arról, hogy most amit ők csináltak, az törvényes volt-e annak idején, vagy nem, ugye egy ember részesültek, de van egy, egy jogi csata is, mert még a lengyel alkotmánybíróság azt a véleményt támasztotta alá, amit Duda elnök is képvisel, és, és jogszerűnek mondta ki az ő kegyelmi döntését ez ügyben, a két ügyben, addig a legfelsőbb bíróság gyakorlatilag politikai aktorrá válva részesévé válik most egy politikai leszámolásnak, úgyhogy óriási gondok vannak, még egyszer mondom, az egész ügyel kapcsolatban a média leszámolást azt láthattuk az elmúlt hetekben ugye a híradókból, hogy ott az hogyan történt, és mégis semmi nem történik. Jövő héten lesz egyébként Strasbourgban az Európai Parlamentnek plenáris ülése, napirenden lesz egyébként milyen meglepő Magyarország megint, jogállamisági témákban. Tervezzük azt, Társaimmal, hogy a lengyel ügyre rá fogjuk irányítani a figyelmet, kérdezni fogunk, egy levelet már el is küldtünk egyébként a, a bizottságnak ebben a témában most a, a mai napon, de nyilván a, a napi, a, napi rendben, a vitában is ezt kérdezni fogjuk, mert elképesztő, ami zajlik. Erre a levére kötelessége válaszolni? Igen, És erre, hatá határidő? erre kéthetes határidővel köteles válaszolni az Európai Bizottság írásban, igen. Érdemi választ? Hát majd meglátjuk, én szóval. nagyon szívesen beszámolok majd itt a stúdióban arról, hogy milyen választ kaptunk, de de még egyszer mondom, nem lehet ezt szó nélkül hagyni, mert olyan nyílt, olyan arcátlan ö, ö, szembeköpése mindennek, ami, ami egyébként jelenti a demokratikus működést, a hogy a pártatlanságot, hogy, hogy az, 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 az elképesztő, és valóban a soros hálózat bosszúja is ott van ebben, mert Na, ugye fontosan. a lengyel választásokban, a kampányban az elmúlt években ők ott voltak, beleértve egyébként az igazságszolgáltatási ügy igen, ez egy fontos kérdés, hogy 53-54 százalékos többsége van a Tusk kormánynak, tehát 47 százalék a társadalomnak ellenük szavazott, hogy hova ez a nagy önbizalom, mit éreznek ők a hátuk mögött, ami miatt megmerik csinálni? Ezeket. Hát érzik a soros hálózat támogatását, érzik a nemzetközi és a brüsszeli elitnek a támogatását. Sajtónak. A sajtónak. A, a, a fő a főrészének az együttműködését, vagy, 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 vagy némaságát szintén ugye a, a felvetett kérdésekben, tehát ők is ugye ezt a vonalat erősítenék. Itt most azt próbálják meg, hogy visszarántsák Lengyelországot ebbe a fő sodorba, ami az elmúlt éveket meghatározta a Brüsszelben, és látszik, hogy milyen düvel és milyen vehemenciával teszik ezt. Érdemes ezt a gondolatkísérletet lefolytatni, hogyha Magyarországon történne ugyanez, és az Orbán kormány csinálná ugyanazt, akkor vajon Vera Jurova, vagy de Gwendolyn, de Corfield. Ugyanígy a cipőjét kötögeti. És, és, és a többiek. Vagy és nem, nem nézne oda, hogy. Igen, igen, hát mi ezt a pont ebbe a levélbe be is írtuk egyébként, amit amit elküldtünk ma, hogy vajon mi történne egy hasonló esetben Budapesten, hogyha ha ilyesmit mondjuk Orbán Viktor miniszterelnök alatt követnének el, akkor nyilván már, ahogy maga a miniszterelnök fogalmazott korábban, már az ENS -csapatok, vagy csapatok vagy a NATO csapatok lennének itt, olyan szintű lenne a felháborodás és a beavatkozás, Én. és Lengyelország esetében pedig semmi. Önök szerint. Jelen pillanatban érvényesülnek a jogállamiság elvei Lengyelországban, amikor elvisznek az elnöki hivatalból két képviselőt, vagy amikor fegyveres űrökkel mennek be a... a televízió épületében? evidens módon nem, tehát nyilvánvaló, hogy nem. És ezért mondtuk azt az elmúlt években is már, hogy nem lehet Brüsszelben jogállamiságról beszélni, és nem lehet elfogadni azt, hogy a bizottság akar kioktatni tagállamokat ebben a témában, miközben az egész ügyet ilyen szintű kettős mércével jellemzi, hogyha nincs objektivitás, hanem ugyanazok a szabályok vonatkoznak egy-egy országra, ha az attól függ, hogy ők mit mondanak, mit gondolnak egy, egy, eseményről, hogy éppen ki van hatalmon, az neki kedves vagy kevésbé kedves, akkor az egész ügyet megette a fennek, akkor nem lehet erről beszélni, és akkor nem csinál mást az egész, egész diskurzus, mint rombol. Rombolja az Európai Együttműködés, rombolja a bizalmat egymás iránt. Ez egy zsákutca, ezt mi már évek óta mondjuk itt a világos illusztrációja, egyébként most éppen Lengyelország. Hát ez a bizonyíték arra, hogy a jogállamiság az egy gumifogalom, hiszen Magyarországon arról van szó, hogy a bírósági fogalmazók mekkora szobában ülhetnek, miközben Lengyelországban. Ön is említette, hogy plenáris ülés lesz jövő héten magyar vitával. Mire számítanak, milyen napirendre? Hát a magyar vitáknak van egy sajátos, hogy is mondjam, koreográfiája már évek óta, vannak jól ismert szereplők, akik újra meg újra elmondják a hazugságaikat, és újra meg újabb vádakkal állnak elő. Itt ugye az történik, hogy meg történt, hogy az év végén, múlt év végén a bizottság kénytelen volt végül is írásba is adni azt, hogy a magyar jogállamiság rendben van, és felszabadította a nekünk járó pénzek egy részét. Ez óriási dühöt és frusztrációt váltott ki ezekben a szereplőkben és egyébként a mögöttük álló soros hálózatban. Ők nem akarják azt, hogy további megállapodás legyen, nem akarják azt, hogy Magyarországot rendes partnerként kezeljék, és ezért indul egy újabb hullám. Itt most egy képviselő levél alapján azt akarják elérni, vagy az az irányba megy a nyomásgyakorlás, hogy Magyarországot fosszák meg a szavazati jogától. Ez a, a 7 per 2-es, ugye a, a szerződés 7 pontjának második cikkeje vezethetne ide, bár megjegyzem egyébként az az Európai Parlamentnek nincs ahhoz jogköre, hogy egy ilyet elindítson, ilyet a bizottság indíthat, vagy a tagállamok egyharmada kérhet, aztán erről egyhangú döntés kell. Tehát itt igazából ez egy nyomásgyakorlás, egy habosítása az ügynek, de abba a vonalba illeszkedik, amit már évek óta látunk. Az a veszély teljes egészében elhárult már, hogy Magyarországtól a soros elnökség, vagy, vagy Magyarországot megfosszák valahogy a soros elnökségtől? Én nem látom ennek reális esélyét szintén szóval, folyamatosan persze ezt is mondják, ez is mindig előkerül, és most láttuk ugye az elmúlt napokban egy talán politikó alapján, hogy azon, azon ment itt a, a, szájtépés, hogy akkor mi lesz akkor, hogyha Orbán Viktor veszi át az Európai Tanács vezetését átmenetileg, hogyha Sármisel képviselői mandátum a kezdet, akkor ugye lemond erről. Ez egy, ez egy hangulatkeltés, valójában Magyarország megfogja fogja kapni, meg fogja csinálni rendesen az elnökséget, ahogy ezeket megtettük már 2011-ben, és ez egy profi elnökség lesz, és a napi rendben pedig olyan ügyek lesznek, amelyek számunkra fontosak, és egyébként szerintünk az egész EU számára is fontos. Melyek lesznek ezek az ügyek képviselők? Hát ilyen ügy lesz nyilvánvalóan a migráció elleni küzdelem, és annak a kimondása, hogy a külső határokat meg kell védeni, mert amíg ezt nem tesszük meg, addig engedjük, hogy rombolják az uniót belülről, addig engedjük, hogy a közbiztonság leromoljon, addig egyébként a Schengeni szabad mozgás a vívmányát tesszük tönkre és hozzuk egy veszélyes helyzetbe. Ilyen lesz nyilván a kisebbségvédelem, miért nekünk a nemzeti kisebbségek fontosak, nekünk fontos a család és a családvédelem, a családok támogatása, a gyermekvédelem, ilyen, ilyen témákat bizonyosan napirendre veszünk, és ha már egyszer, vagy ha már jogállamiság, akkor szerintem azt is érdemes lesz napirendre venni, hogy vajon az Európai Uniós intézmények, a bizottság például, a parlament egyes szervei, vagy a parlament önmagában mennyire tartja be a rá vonatkozó szabályokat, vajon mennyire jogállami az unió működése, mert szerintem nagyon komoly problémák merültek fel az elmúlt évek. Lengyel események fényében különösen érdekes lesz. Hidvégi Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szívesen.